We have to go? Mennünk kell, ki kell szállnunk? Na már! Istenem! De te azt mondta, hogy elvisz. Istenem! Please, sir. Oké, kidob. Nincs már se kidob. Oké, thank you. De jó, és kirakott itt az Isten háta mögött. Derült égből a villámcsapás, egyszer csak megállt az autó és kirakott minket, ami nagyon nagy probléma volt, hiszen tényleg abban bíztunk, hogy egy autóval egyébként el tudunk jutni a célig. Ezt nem bírom! Tényleg. Hey! Várjál, már közben jött üzenetünk. Sziasztok! Én már itt várlak titeket hangfolyban a lassan női harcos szobor előtt egy zenekarral, de akadt egy kis probléma. Két zenész hiányzik a csapatból, akiket nektek kellene elhoznotok, amilyen gyorsan csak lehet. De honnan? A Chonghonglong templomnál keressétek őket. Tehát akkor nekünk kell elvinni a zenészeket. Igen. De itt nem jön egy Nem baj, jövő ezeket. Halongból jövet útközben mindenki ott talált szállást, ahol ráesteledett. Reggel a szereplőknek még meg kell állniuk Chua Hang Luong templomnál, ahol egy újabb feladat vár rájuk, mielőtt Haifongba érnek. Tegnap én felmérve az erőviszonyokat, én láttam profi csapatokat, sajnos ezt így kell kimondani, és műkedvelő csapatokat. Mi a műkedvelőhöz sorolom magunkat. De lelkes műkedvelő csapatok is vannak, meg vannak. Jó, ezt vagyok. Nekem most, főleg azért, mert hogy nem állunk nagyon jól a versenyben, az elsődleges célom az az, hogy tovább jutni a következő hétre. He's my best friend, only 30 days. Figyelj, ne égessél meg, hogy még tud angolul. Sose gondoltam volna, hogy ilyen barátaim lesznek. Ha te tudnád, hogy ki ő... Isten király, de egymásra találnunk, igen. Úgy, mint ti. No! Chua Hang Luong! Chua Hang Luong! Hát nem értik meg! Hát ha nem is értik, hogy hova akarunk menni, akkor hogy hát de mi se tudjuk, hogy hova megyünk. Haifong. 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 Okay. Chua Hang Luong. Chua Hang Luong. Hang Luong Faruga. Thank you, man! Thank you! Hova? Ide menjünk át. Itt a zászló. Hé! Gyere már! Hello! Hello, man! Hello! Hello! Hello. Please come in, pick me up, hello, okay? How are you? Come on. Ott a templom. This is this. This is a Chuan Hang Luong. Okay, thank you. Szabasz! Adjál! Szalok! Várjál, én hozom a izét, segítsünk nekik! Várj, vedd fel! Segíts erre, Krisztián, tedd fel ezt! Nekem! Várj ide! Thank you! Gyere! Mimi! Hát de mi? Elhozták a két zen? Leveres! Csipke bokorba! Azt láttuk, hogy a berkiék mind az őrült jönnek egy zenésztel! Hát mondom, ha úristen, hát akkor egy zenész még kell, hogy maradjon, hiszen kettő volt! Gyere, Mimi! Gyere már, Mimi! Gyere, tesó! Hello! Hello! You come with me? Yes! Okay. Come with me! Come on! Come on! Két páros megszerezte azt a két zenészt, aki várt rájuk. Az utánuk következő játékos párok persze nem tudhatják, hogy már nincs senki, akit összeszedhetnének, és ez valószínűleg alaposan megzavarja őket. A kérdés az, hogy a két zenésszel melyik páros ér be hamarabb a célba úgy, hogy nem hagyja el őket menet közben. Hello, excuse me! We go to the Le Shan! Help me, please! Possible! Here! Ott, possible! Le Shan! Okay. Gyere! Gyere! A zenész hol van? Hát ezt nem hiszem el, de tényleg ez vigyázz fel rá! Gyere már! Wait! Okay. Le Shan! Hol a zenész? Hozom a zenész! De hol van? Miért nem vigyázz fel rá? Come with me! Gyere már! Gyere, futás! Le Shan! Menjél már! Gyere! Ott a táskád! Üljetek előre! Várjál!
Be kell férnünk, be kell férnünk! Be kell férnünk, Attila! Megyek! Nincs mese! És... Menjél, fussál már! Very good, thank you! Go! Gyerünk, menjetek már! Előtt laberkéket, gyerünk! Go, go, Very good. Come on, fast. Nem ott vannak a Krisztiánék, azok nem azok. De. Yes, előzd meg. Come on. Hello. Bevisz a belvárosba, vagy bevisz a városba, és mondjuk ezzel lehet, hogy nem mehet be. Kamionnal biztos nem mehet be. Ezzel még lehet, hogy nem mehet. Jó, figyelj! Visszük az egyik zenét. Ha belénk megyeltek! Ott a templom? Vagy bármi is az? A zászló itt van, de nekünk hova kell menni? Itt tovább. Igen? Szerintem ők minket várnak. Aha. Music? Azt hittük, hogy valami, tehát, hogy ők a zenészek. Oké, válaszunk kettőt? Oké. Válaszunk. Te? Come with me? Oké. And you. Okay. Bye. Go. Ne. Mi? Mi van? Hol vagyunk? Itt vagyunk? Nem vagyunk itt. Bye. Várjál, nem visszük el magunkkal őket. Nem jönnek velünk. Akkor nem tudom, mit kell csinálni. Egyszerűen elveszítettem a fonalat, és nem tudtam, hogy miről van szó. Lelettünk dobva. Egyáltalán hol vagyunk? Egyáltalán melyik irányba van? Nem figyeltünk az egyik buszon, mert elaludtunk, vagy csak tényleg egy pár percre lehajtottuk a fejünket. Meg nem is gondolkodtunk azzal az aggyal, hogy útközben lehet ez a pont, ahol le kéne szállnunk a zenészekért. Úgyhogy ez nekünk teljesen kimaradt. Jó, akkor ezt is el... Gyere! Ari, gyere, menjünk! Most mi van? Megyünk át a másik kocsiba, gyere! De jó, hogy ezzel is megy az időnk! Áj, de jó! Okay. De azért egy nagyobb autóval ülhettünk, rakhattuk a felekünket. Thank you! Mi van? Nincs itt semmi, és senki! Hallod? És most akkor mi van? Hát gondolom már elmentek. Ez tényleg hagydob ezt a pessimista ízi dumádat. Semmi értelme. Hát de nincs itt. Jó, nincs itt, akkor megyünk tovább. Ennyi. Először akkor a templomhoz kell mennünk. Ja. A templom, és onnan átvisszük, gondolom, kézen fogva a zenészeket. Én már tudom, nekem most nem mond. Most gondolkozok. Jó, te már tudod, gondolkozzál. Oké, és megbeszéltük. Yes, come on. Pick up. Yeah. More, fast. No. Very important, you are the first. Not the second, you are the first. Come on. Arra előveszek egy ajándékot. Ez az. Come on. Ez az. Aha, kész, ennyi. Very important, we are the first. Not her. We are the first. Come on. Okay. Amikor megelőztek minket, akkor integettek, mosolyogva mind a ketten, csak hogy nekem van ám gógyim. És én tudtam, hogy a kamion nem fogják a városba beengedni, tehát tökéletesen tisztában voltam vele, hogy őket valahol kirakják. Olyan határozottan szállt ki a Noémi, hogy végre megtaláltuk a kolostort, itt lesz a két zenész, hogy onnantól kezdve én sodródtam az eseményekkel. Nézzünk körül, zenész nincsen. Van itt valami itt ez le. Lehet, hogy benn van zenész. Vegyük le a cipőt, te. Amikor kiderült, hogy túlmentünk, két opció villant át az agyamon, az egyik, hogy akkor most menjünk vissza, már ugye irányba az visszafele volt, vagy akkor már menjünk a Nórihoz, hogyha már
arra tartunk. Én teljesen összezavarodtam. Szép. Figyelj, szerintem a két zenészt már elvitték. Nem, biztos, hogy nem. Két zenészt. Musician? Mind a ketten másképp értelmeztük a feladatot, mert Lajos úgy értette, hogy tényleg valójában két embert kell magunkkal vinni, akik zenészek. Én meg gondolkodtam egyéb más megoldásban is. Jó napot kívánunk! Gyönyörű! Aja! Ó, de jó idő van itt! Menjünk ki. És vak vagyok. Mi? Vak vagyok. Miért? Mi? Szerintem valamelyik a szobrok közül, ami nem illik ide. Ő azt mondta, hogy szeretné megtalálni a zenészeket, akiket nem is biztos, hogy élőnek azonosított be. Valami bábukat kerestünk a Kolostorban egy darabig, aztán én ráuntam. Úgy érzem, hogy előttünk jártak már élelmesebbek, és azok elvitték őket. Így jártunk. Nincs. Na, ez is meg volt, még sincs es. Thank you and come on. Okay, come on. Nekem már konstant folykötetjen. Hát ez borzasztóan indul ez a második nap, pedig azt hittem, ez könnyebb lesz. Mert mindjárt meghalom, nézd. Hogy? Pillanat. Édesem. Szóval, hogy... Pont azt mondom korábban is, hogy nekem borzasztóan szükségem van itt az egyedül létre, meg a csöndre, meg hogy ne, tehát hogy... És itt meg, most gondolj bele, egész nap dudálnak az agyadba, este nagyon cuki volt a család, de hogy úgy nincsen privát szféred, úgyhogy úgy egy perc szuszonásnyi időd nincs. Dühös vagy picit, de miért vagy dühös? Igen, mert én akarok menni tovább. És én azért mindent meg akarok tenni, és használom a... Jó, de ezért kellett... Az eszemet, próbálok körülnézni, figyelni, mindent megpróbálok. Látta egyébként? Mérges vagy? Igen. De miért vagy mérges? Mire vagy mérges egyáltalán? Arra, hogy nem haladunk sehogy se. Hát, hogy nem haladunk? Hát... Tehát, igen? Jó, nem tudjuk, hogy a többiek hol vannak. Nagy valószínűség előttünk vannak. Ezzel most felvinítottál nagyon. De ettől még az élet szép, játszani jöttünk, az életünk még meglátjuk. Igen, nem akarok soha nem szabad feladni. Nem akarok örüljünk. Hazamenni. Nem adtam fel én feladni. Nem tudom, melyikünk beszélhet feladásról. Értelek, jó? Jaj, fáj a fejem. Biztos ideges vagy azoknak. Ideges? Igen, hogy elsőnál, vagy az első háromban benne legyünk, ideges vagyok. Menjél! Oké, okay, thank you! Okay, thank you. Menjél már, mi? Thank you! Hi, guys! Gyerünk már! Krisztián, ne kiabálj! Hogy ne kiabálnék? Dobd a cuccot! Tessék! Gyere! Másik! Dobjad! De nem tudom dobni! Gyere! Mimi! Nem tudom fölvenni, mert marha nehéz. De gyaló, possible goal, piedi? Akkor gyere, mutasd, gyorsan, gyorsan! Ciao! Go, gyere már, gyere már, gyere már! Ott egy autó, ott egy autó. Gyere, Mimi! Hello. Ne csinálj! Oké? Oké? Oké. Meg fognak minket előzni! Please, help me! Go! Oké? Oké, menjél már, vigyázzál! Húzzál! Lichen! Nyissad ki a csomagtartót! Very rich. Vagy csak ide a pénztárcádat. Krisztián, jó, csak viccelek.
Figyelj, én azt mondom, Attila, maradjunk játékban. Tehát, hogy ahhoz viszont az kell, hogy te ne csábújjál el. Ciao, ciao. Ciao. Please. Thank you. Ez a Zsolt, ez a fiad. Mindegy. Oké, keressük meg azt az női, hol van? Az nem templom. Templom? Szuper. Ott a Lóri, ott a Lóri. Oké, open the door. Oké. Azt a mindenét, Katinka és Zita! Zita felfújta magát, mint Mike Tyson. Megmondom őszintén, hogy szerintem ő sokkal jobban bízik a mi kettőnk sikerébe. Én még mindig kicsit bizalmatlan vagyok. Megvan az elveszett zenész! És megvagytok ti ketten, csajok! Gratulálok! Hello! Nice to meet you! Please take your seat! Foglaljon helyet, kérem! Hey! Azt a mindenit! Csajok! Fantasztikusak vagytok! Na, mit gondoltok, hogy hanyadikként értetek ide? Nem tudom. Harmadik, második. Ott van a Katinkáig. Templom. Hol? Úristen, a templomot keressük. Valami zenekart. Itt sehol. Egy zenekar sincs. Szuperek vagytok. És azt tudjátok, hogy ez mit jelent? Én nem is akarom tudni. Én nem is akarom. Turistáskodni fogtok egy napig. Figyelem. Kaptok hozzá egy-egy fényképezőgépet, készítsetek jó sok képet, nézelődjetek, járjátok be a környéket, érezzétek jól magatokat. Kaptok egy kis költőpénzt. És csokit vehetek? Bármit kaptok, hogy csokit is vehetsz, igen. Tessék, nem itt a csokit, három napja! A csokit. A zenész, a szobor, biztos itt vannak a zenészek, nem tudom elbújtak. Én. Hoppá! Hello! Hát akkor már csilláik, azt már tudhatják, hogy nem ők jelentek. Nem, ez biztos nem igaz. De hol van a templom? Itt nem találjuk a templomot. A templom az egész máshol van. Hogy egész máshol? Hát nem, az útközben van. Na most gyerekek, egy pillanat türelem. Ti kaptatok olyan feladatot, hogy hozzatok egy zenészt? Igen. És hol van? Hát keressük a templomot, de bocsánat, nincs templom. Akkor ez nincs teljesítve egyelőre ez a küldetés. Hát akkor most mi csináljunk vele? Azért értünk ide a zenészek nélkül, mert én úgy gondoltam, hogy Ájfóban kell lennie a templomnak is, és a szobornak is, egymás mellett. Várjál, Mimi! Várjál, Mimi! Várjál, mert arra nehéz voltál, Mimi! Tisztel, ki tudsz enni? Oké. Okay. Jó van, oké. Okay. Thank you, everything! Hányan ültek a kocsiba? Jézus Mária! Hányan ültetek abban a kocsiba, de most komolyan? Hát egyet többen, mint kellett volna. Gyerünk, Attila, gyere! Kösz, Mimi! Üdvözletem, uraim! Jó reggelt! Elkéstünk. Kicsit elkéstetek. Nem baj. Harmadikok vagyunk, mi az időnk? 8:36. Harmadikok lettetek, azért ez is szép, és meghoztátok a zenész, végre teljes a csapat, úgyhogy ez nagyon szuper. Hol menjünk? Srácok, hogy van? Mi? Kicsit rendezzétek a soraitokat. Mi mozdog a zöld leveles csipke bokorba? Go. Yeah, it's okay, perfect. Stop. Thank you. Szevasztok! Ne kérdezz, hogy mi történt. Ne kérdezz, pont azt akartam, hogy milyen kisimultak vagytok. Én nem. Nézd a címét. Nem. Nézd már. Valaki is csak. Megint a negyedikek vagyunk? Én azt hittem, hogy a végén vagyunk. Negyedikek vagytok, igen. Én abszolút úgy érkeztem ide, és úgy értem ide, hogy biztos, hogy az utolsó helyen végeztünk. Ehhez képest mégsem, úgyhogy van remény. Ott az ászló. Ó, szuper. Szevasztok! Szia, Móri! Ötödik. Ötödik. Na, ez nem olyan rossz. Ügyesek vagytok. Sziasztok! Hamarosan jön az újabb küldetés. Okay. Nagyon várjuk. 500 méter, no money, tehát TV show, free, pillanat, mindegy, másodperc, pillanat. Doncsi, gyere, de taxi! Mennyi? Nem tudom, van-e értelme, de fussunk. Gyere! Ori, megvártál minket! Megvártál minket!
Gondolnám, hogy utolsókból lesznek az első. De nem. De nem. De egyenlőtt éljek! Hatodik! Nagyon jó! Gyere, ülj az ölembe! Minden jobb, jobb, mint a gyalog, abba fog gyalogolni, remélem. Oké, jó. Áj, de szuper ember. Superman. You are a good guy. Good, yeah. Good guy. Thank you. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Okay, no problem. We understand. De én csak ezt a magyart lököm, de megfogta le köcsém, nincs yes, mese. Jaj, de jó! Nagyon jó! Ez a izé kell, öregem. Very much. You are welcome. Köszi szépen, nagyon szuper srác vagy, kösz. Gyere, megyünk ki a izé. Köszi, fel, baj, kösz. Gyerünk. Figyeljen, izével megy, hogy ne vegyenek észre, így megyek hát. Kezdj itt csókolom. Mi ez a Nordic Walking tempó, de komolyan. Hello. Hello. Szóval, benne vagyunk még a naptárban, tessék mondani. Hát nagy csoda nem lesz benne, úgy érzem. Látod, yes! 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 Én is ezt mondom, yes! Te jobb van! Bezárjuk hát a napot, elfelejtjük a lényeg, hogy benne vagytok, itt vagytok, megérkeztetek. Gyakuljon tegyen! Mert már minden nyelven beszélünk, gyerekek, már minden nyelven. Pihenjetek egy picit, aztán folytatódik a verseny. Köszönöm szépen! Ezennel minden párosunk megérkezett a Haiphongi ellenőrző pontra, de túl sokat nem pihenhetnek, hiszen folytatódik az Ázsia Express, zakatolunk tovább, és újabb kalandok és kilométerek várnak mindenkire. Ne feledjék, holnap is várjuk Önöket itt a Sárkány útján. Viszontlátásra! Holnapi nap ajándékokat kapnak a versenyzők. Figyelj, ez nagyon görény. Ennek a doboznak van ilyen büdös szaga? Valakinek jó napja lesz. Finom. És valakinek nagyon rossz. Ezt a egyébként... Vér fog folyni. Ah!